19. epizód, amiben arról mesélek, milyen élményeket szereztem az első igazi finn munkahelyemen. Elmondom, hogyan lett enyém az állás, hogyan fogadtak a kollégák, mivel foglalkoztam, és válaszolok a tőletek kapott kérdésekre is. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavak országáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Juhú, visszatértem! Még mindig nem akarom elhinni, hogy közele egy év kényszerszünet után újra itt ülök a mikrofon előtt. El nem tudod képzelni, hogy hány reggelen ábrándoztam arról, hogy munkába menet, mikor lesz majd időm arra, hogy leüljek újra a számítógép elé, és meséljek mindarról, ami velem történik. És most végre eljött ez a pillanat, és nagyon boldog vagyok, remélem, hogy az érzés kölcsönös. És azt ugye nem tudom megmondani most, hogy milyen rendszerességgel fogok tudni ezen túl jelentkezni, az biztos, hogy nem heti rendszerességgel, mint korábban. Javaslom, hogy a weboldalon található linken keresztül iratkozz fel a podcast hírlevelére, és akkor nem fogsz lemaradni az új epizódokról, mert elküldöm neked mindig e-mailben az új részeket. Annyit megígérhetek, hogy igyekszem aktív lenni, és rendszeresen jelentkezni a jövőben is. Na de térjünk rá a mai podcast témájára, ez pedig nem más, mint az első finn munkahelyem. Ugyanis, hogyha követted a posztjaimat a Facebookon, akkor tudod, ha pedig nem, akkor most elmondom, hogy a hosszúra nyújt kényszerszünetnek az volt az oka, hogy tavaly ősszel váratlanul sikerült elhelyezkednem, és mivel főállásba dolgoztam, ezért semmilyen szabad időm nem volt sajnos, nem csak podcastelni, hanem ennél alapvetőbb dolgokra sem. Arra jó volt ez az időszak, hogy rengeteg új témával, új élményekkel gazdagodtam, amit igyekszem majd elmesélni epizódról epizódra. Az én életemre sokszor jellemző, és erre a munkahely találásra is az a mondás, arra úgy nem emlékszem, hogy kitől származik, hogy az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak. Pontosan így éreztem én is tavaly augusztus-szeptember környékén, amikor kiderült, hogy bár én egészen máshogy terveztem az őszt és a továbbiakat, munkahelyet találtam, és végre megismerkedhetek testközelből a finn munkahelyek világával. Amikor munkakeresésről beszélünk, akkor Finnországban sokszor szóba kerülnek az úgynevezett rejtett munkahelyek, vagy azok az állások, amiket nem igazán hirdetnek meg a hivatalos álláskereső portálokon, és ez a pozíció is félig meddig egy ilyen rejtett pozíció volt. Mindössze egy Facebookon kitett posztban tették közzé, hogy egy irodában, egy úgynevezett ilyen multikulturális központban, ahol külföldiek támogatásával foglalkoznak, megüresedett egy állást, és mentort keresnek. Tulajdonképpen én először nem is gondoltam rá, hogy ezt az állást én tényleg szeretném-e betölteni, csak kíváncsi voltam, hogy pontosan mi lenne a feladat, vagy milyen emberre lenne szükségük, és ezért írtam a hirdetésben megadott e-mail címre, áruljanak már el részleteket. És az illető, aki nem a munkahely volt, hanem egy közvetítő szereplő, azonnal érdeklődni kezdett, hogy ki vagyok, mi vagyok, milyen végzettségem van, én meg elküldtem neki az önéletrajzomat. És akkor cserébe én is kaptam némi infót az állásról, a teendőkről,
és megkérdezte, hogy lenne ellene kifogásom, hogyha továbbítaná az önéletrajzomat a munkahelyre. Megmondtam, hogy jó, hát végül is miért ne, abból nem lehet semmi gond, legfeljebb még több infót kapok a helyről, aztán majd eldöntöm, hogy egyáltalán érdekel-e engem ez a lehetőség, vagy nem. De aztán fölgyorsultak az események, mert nagyon rövid időn belül felhívott a későbbi leendő főnököm, hogy megkérdezze, hogy lenne kedvem bemenni egy interjúra, egy állásinterjúra, mert hogy nekik nagyon tetszik az önéletrajzom, és szeretnének velem találkozni személyesen is. Hadd ne mondjam, hogy egyből levert a víz, de és egyáltalán nem voltam még akkor bennem biztos, hogy, hogy ez az állás egyáltalán nekem való, vagy akarok-e én itt vagy máshol dolgozni, ebben a pillanatban, de mondtam, hogy jó, persze, bejövök interjúra, aztán majd meglátjuk, hogy mit gondolunk egymásról azután. De egyrészt nagyon izgatott lettem, mert hogy talán ez volt az első alkalom, hogy közelébe kerültem annak, hogy egy 8 órás bejelentett teljes állást kaphassak itt Finnországban, de nem voltam benne biztos, hogy vajon ez az a munkahely, vagy ez az a pozíció, ami igazán nekem való. És ez lehet, hogy furcsán hangzik, de hogyha valamennyire ismersz, akkor azért azt már gondolom, hogy tudod rólam, hogy én egy meglehetősen kreatív személy vagyok, itt pedig egy irodai munkáról beszéltünk, ami, hát hadd ne mondjam, hogy nekem azért hosszú távon egyáltalán nem volt vonzó, tehát abban egészen biztos voltam, hogy ez nem az a hely, ahol én a életem hátra levő részét szeretném tölteni, és tartottam is tőle, hogy viselném az ilyen munkahelyen járó kötöttségeket. De hát vannak olyan alkalmak, vagy olyan helyzetek, amikor az embernek mérlegelnie kell, hogy mennyi a pozitívum, mennyi a negatívum, és ugyanez a negatívum, ugye ez csak egy dolog, de ez egy elég nagy súllyal esett a latban, mégis úgy döntöttem, hogy megpróbálom megszerezni ezt az állást, mert hogy sokkal több minden, sokkal jelentőségteljesebb dolgok ültek a mérleg pozitív serpenyőjében, mégpedig olyan dolgok, hogy rendes bejelentett állásról beszéltünk, tehát rendes havi fizetést kaptam volna, ami többszöröse volt annak a munkanélküli segélynek vagy ellátásnak, amiben idáig részesültem, de ami ennél is fontosabb volt, hogy azt gondoltam, hogy ha most ide eljövök dolgozni, akkor a finn nyelvtudásom talán végre szintet léphet, és közelebb kerülhetek a folyékony finn nyelvtudás felé, amire azt gondolom, hogy még mindig nagy szükségem van, hogyha a jövőbeli terveimet veszem figyelembe, illetve hát arra is gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lenne arra, hogy szakmai tapasztalatot szerezzek, kapcsolatokat szerezzek, ismerkedjek, és gondoltam, hogy ha itt eltöltök 8 hónapot, mert hogy mint kiderült, ez egy határozott idejű 8 hónapos szerződés volt, arra gondoltam, hogy 8 hónap után biztos, hogy sokkal több esélyem lesz arra, hogy olyan helyen folytassam, amit igazán szeretnék, illetve talán jobban fogom tudni azt is, hogy mi az, az a terület, ami engem itt igazán érdekel, vagy hogy mivel szeretnék foglalkozni a továbbiakban. Tehát miután eldöntöttem magamban, hogy mégiscsak több a pozitívum, mint a negatívum, és megpróbálom ezt az állást megszerezni, megbeszéltük a haditervet Joluval, a férjemmel, és komoly tréningnek vetett engem alá, tehát gyakoroltuk azt, hogy milyen kérdésekre számíthatok az állásinterjún, és azokra hogyan tudok a legjobban válaszolni, hogy mi a legfontosabb, amit tudatosítanom kellene a leendő munkaadómban, vagy munkaadóimban, hogy hogyan tüntessem fel vonzónak magamat a szemükben. És mivel azt tudtuk, hogy ez egy olyan hely, ahol valószínűleg szükségük van olyan emberre, aki
csoportos foglalkozásokat tart és finn nyelvet tanít külföldieknek, ezért arra helyeztük a hangsúlyt, hogy nekem tanári végzettségem van, tehát én nálam jobb embert nem is tanálhatnának arra, hogy ezeket a finn nyelvi csoportokat vezessem, és hát természetesen más egyéb feladatok betöltésére is roppant mód alkalmas vagyok. Ez volt az életemben az első igazi finn nyelven zajló állásinterjúm, úgyhogy igazából nem is azért izgultam, hogy tehát ez magyarul vagy angolul lett volna ez az állásinterjú, akkor semmi gondot nem jelentett volna, hanem a finn nyelv miatt aggódtam, hogy fogom-e érteni, hogy mit kérdeznek, és képes leszek-e magam úgy kifejezni finnül, hogy alkalmasnak találjanak arra, hogy ezen a helyen dolgozhassak. Az állásinterjú aztán szerencsére minden vállalkozás, vagy minden várakozásomat felülmúlva remekül sikerült. Már amikor eljöttem is éreztem, hogy tényleg nagyon jó benyomást tettem, de hát aztán nem kellett sokat tipródnom azon, hogy mi lesz velem, mert ugyan abban maradtunk, amikor elköszöntünk, hogy pár napon belül értesítenek, lényegében mire hazaértem az interjúról, már csörgött a telefonom, hogy gratulálnak, hogyha szeretném, az állás az enyém, és mondjam meg, hogy mikor szeretnék kezdeni. Úgyhogy ez ilyen hiper, szuper sebességgel zajlott ez az egész, és egyrészt rettenetesen izgatott voltam, és örültem a lehetőségnek, de ugyanakkor félelem is volt bennem, mert tudtam azt, hogy az elkövetkezendő 8 hónapban semmire nem lesz időm, tehát semmilyen szabadidőm vagy én időm nem lesz. De hát, mint mondtam, úgy ítéltem meg, úgy ítéltük meg, hogy több a pozitívum, mint a negatívum, és mivel már a kezdetekkor látszott a vége, tehát tudtam azt, hogy szeptemberben, ha elkezdek dolgozni, akkor ennek május elején vége lesz, így könnyebb volt felszívni magam és beleadni mindent ebbe az időszakba. Tulajdonképpen, tehát mint mondtam, mentornak vettek föl egy irodába, és mint mondtam, az a feladata ennek a helynek, hogy a városban élő és a környéken élő külföldieket támogassa tulajdonképpen minden lehetséges módon. Tehát, hogyha nyelvet szeretnének tanulni, akkor itt lehetett, voltak más szabadidős programjaink, amik mind arra irányultak, hogy a külföldieknek segítsünk a finn nyelv elsajátításában, hogy segítsünk nekik, vagy alkalmat teremtsünk arra, hogy másokkal ismerkedjenek finnekkel és nem finnekkel, de segítettünk a hétköznapi csipcsup ügyekben, tehát ilyen mindenféle kérvények kitöltésében, adó ügyek intézésében, repülőjegyfoglalásban, nyomtatásban, szkennelésben, házi feladat megírásában, tehát igazából nem tudsz olyat mondani szerintem, amit én az elmúlt 8 hónap alatt nem láttam, vagy ne vettem volna benne részt, vagy ne segítettem volna benne. Az elmúlt 7 évben, amióta Lapföldön élünk, ha teljes főállásom nem is volt, de azért rövidebb időt eltöltöttem különféle munkahelyeken gyakornokként, illetve dolgoztam egy téli szezont alkalmazottként is az idegenforgalomban. Tehát kifejezetten negatív tapasztalataim nem voltak, de néhány kellemetlen élményem, talán ez a megfelelő szó rá, ilyen azért akadt, és ezek főleg abból fakadtak, hogy amikor nem külföldiekkel dolgoztam együtt, hanem zömében finnekkel, akkor valahogy olyan nehezen találtam a helyem. Illetve nem is tudtam pontosan megmondani, hogy vajon ez miattam volt, hogy én nem tudtam beilleszkedni, vagy ők nem tudtak engem hova tenni, vagy hogy miből fakadt ez a furcsa érzés, hogy vagy csak úgy udvariaskodtunk egymással, vagy soha nem éreztem magam még sehol úgy igazán
otthon. De lehet, hogy ennek az is az oka volt, hogy eddig mindenhol csak ilyen rövidebb időt, pár hetet, hónapot, két hónapot töltöttem el, és azért az nyilván egy más környezet, mint amikor valahova az ember hosszabb időre teljes állású, teljes jogú dolgozóként, munkatársként érkezik meg. De tartottam tőle, hogy hogy fogok tudni beilleszkedni, illetve kíváncsi is voltam, hogy azok a prekoncepciók, vagy azok a általánosságok, amiket a finn munkahelyekről eddig hallottam, hogy mennyire kötetlen tud lenni a légkör, hogy mindenki gyapjúzóknyiban mászkál föl alá, hogy a kávészünet az mindennél fontosabb, és az határozza meg a nap ritmusát. Szóval, hogy voltak ilyen előfeltevéseim, vagy ilyen információim, de hogy kíváncsi voltam, hogy ebből mi igaz, és hogy hogyan fogok tudni én ebben az egész rendszerben elhelyezkedni. A Facebookon és az Instagramon is többen küldtetek nekem kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mire vagytok kíváncsiak a finn munka világával kapcsolatban, illetve mit meséljek el nektek abból a 8 hónapból, amit én megtapasztaltam. Köszönöm szépen, sok kérdés jött, jó kérdések jöttek, és arra gondoltam, hogy mivel szerintem napestig tudnék beszélni arról, hogy mi mindent csináltam, vagy mi mindent tapasztaltam, nem csapongok, hanem ezeket a kérdéseket veszem sorra, és tulajdonképpen akkor így egy kicsit meginterjúolom saját magam, talán így sikerül jobban a tárgynál maradnom, és tényleg arról beszélnem, ami valószínűleg benneteket a legjobban érdekel ebből az egészből. Tehát az első kérdés az volt, hogy hogyan fogadtak a munkatársaid, van-e hivatalos onboarding folyamat? Azt már említettem, hogy ez egy olyan hely volt, ahol sok külföldi dolgozott, illetve a kollégák sem voltak, mint finnek. Úgyhogy igazából ők hozzá voltak szokva ahhoz, hogy itt sűrűn cserélődnek az emberek. Hozzá voltak ahhoz szokva, szerintem megvolt már mindenkinek a kicsit a bevett gyakorlata, vagy a bevett rutinja azok közül, akik hosszabb ideje dolgoznak ezen a helyen, hogy hogyan kell viselkedni az újakkal, hogy miben lehet, vagy kell őket támogatni az elején. Úgyhogy abszolút folyékonyan, gördülékenyen ment ez az egész megérkezés, vagy landolás, tehát az egyik kolléganőm végigvezetett az irodán, megmutatta, hogy hol van a fénymásoló, hogy működik a szkenner, hol van a mosdó, hol van ez, hol van az, tehát ezeket a legalapvetőbb gyakorlati tudnivalókat elmagyarázta, de ami szerintem a legfantasztikusabb volt, az a főnököm, aki rendkívül jól eltervezte, vagy felépítette az én belépőmet, és ezt aztán megfigyeltem, hogy másokkal is mindig ugyanígy járt el. Tehát nagyon jól szerintem fölmérte magában, hogy én mire vagyok alkalmas, hogy engem mi motivál, hogy engem mi érdekelhet, és rögtön az elején, tehát már az első napra is próbált nekem feladatot találni, hogy ne érezzem úgy magam, hogy csak ülök és nézek ki a fejemből, és akkor most nem tudom, hogy nekem mit kell itt kezdenem magammal, mert hogy azt mondta, hogy azt tapasztalta, és hát ebben egyetértettem vele, hogy a legjobb módja a beilleszkedésnek, hogyha az embernek az első naptól kezdve vannak feladatai. És arra is nagy gondot fordított, nem csak velem kapcsolatban, hanem másokkal kapcsolatban is, hogyha valaki új ember kezdett, akkor neki meglegyen a saját kis asztala, a saját számítógépe, vagy az, amire szüksége van. Tehát az rögtön az első naptól kezdve úgy érez, hogy neked van egy helyed, hogy vannak feladataid, hogy te ide tartozol ehhez a munkaközösséghez. És az, hogy ő ilyen tudatosan kezelte ezt az egész belépő szakaszt, ez nekem nagyon nagy segítség volt, és nagyon jó érzés volt, mert tényleg amennyire lehetett, annyira könnyen ment ez a kezdeti időszak, amikor az ember még olyan furán érzi magát, mindenki új, minden új, nem tudott senkinek a nevét, hogy mit csinál, hogy most akkor a kollégád, vagy nem, vagy mit akar, és ő ezt nagyon jól
elmagyarázta, nagyon jól végigvezetett ezeken a kezdeti bukkanókon, nehézségeken. Az első időszakban tulajdonképpen egyetlen egy dolog zavart, de az nagyon, és ez pedig maga a finn nyelv volt, tehát attól szenvedtem a legjobban, hogy ugye főleg azután, hogy az időm nagy részét előtte otthon töltöttem a négy fal között, ahol nemhogy finnül, de más nyelven sem nagyon beszéltem. Tehát nehéz volt ráállni arra, hogy reggeltől estig finnül kellett beszélnem, hogy finnül beszélt hozzám mindenki, hogy finn nyelvű volt a számítógépem, a Windowsom, az e-mailjeim, tehát minden, amit csak el tudsz képzelni, és hát ez az elején rettentő nehéz volt, és időbe telt, amíg ehhez hozzászoktam. Milyen volt a munkahelyi légkör? Hátrányba kerültél-e valamilyen téren, mert más nemzetiségű vagy? Mint mondtam, ez egy multikulturális munkakörnyezet volt, tehát nem én voltam az egyetlen nem finn a csapatban, meg hát maguk az ügyfelek, az emberek, akik ott megfordultak, ők sem finnek voltak, tehát az nem volt akkora újdonság, hogy vagy nem volt annak különösebb jelentősége, hogy most az a dolgozó finn, vagy nem finn, vagy honnan jött, sőt, kifejezetten előnynek számított az, hogy én egy más kultúrából, egy más országból érkeztem, hogy jól beszélek angolul, hogy egy kicsit nagyobb rálátásom van talán erre az egész multikulturális létre, mint mondjuk egy finn, átlag finnnek, aki mondjuk nagyon kisetette a lábát soha lapföldről. És mivel a munkahely az félig meddig a szociális szférán belül helyezkedett el, vagy a feladataim egy része, az nekem is tulajdonképpen az ilyen szociális jellegű feladatok voltak. Sok kollégámnak volt ilyen szakmai háttere, illetve hát ilyen beállítottsága. Mindenki segíteni akart. Tehát ez volt az alap légkör, hogy egy nagyon kollegiális, nagyon empatikus légkör lengte be az irodát, és ez nem csak az ügyfelekkel szemben volt érvényes, hanem egymással szemben is. Tehát mi egymást is folyamatosan segítettük. Egy ilyen nagyon-nagyon befogadó, elfogadó munkahelyi légkör vett körül. Ez persze nem jelenti azt, hogy az elején ne lettek volna surlódások, vagy hogy mindenki egyből a keblére ölelt volna. Volt egy-két olyan ember, aki az elején távolságtartóbb volt, vagy egy kicsit számomra furán viselkedett, de lehet, hogy nekik csak több idő kellett ahhoz, hogy egy kicsit feloldódjanak. Ez ugye Finnországban meglehetősen gyakori jelenség, de ahogy az idő előre haladt, mindenkivel jó viszonyban voltam, mindenkivel normálisan tudtam együtt dolgozni, vagy együtt működni, tehát semmiféle negatív érzés, vagy versengés, vagy áskálódás nem vett körül. Mennyire voltak rugalmasak? Volt-e próbaidő? Hány szabad napod volt? Na most azt szerintem, ha azt mondom, hogy irodai munka, akkor arról a rugalmasság az utolsó dolog, ami bárkinek is ez eszébe jut. Rugalmasnak nem mondanám ezt a helyet, mert hát 8 órától 4 óráig tartott a munkaidő, 8 órára, sőt nem csak hogy 8 órára, hanem a kollégák többségének ez azt jelentette, hogy már 8 óra előtt megérkeztek a munkahelyre, mire a hivatalos munkaidő elindult, addigra már mindenki készen állt a munkavégzésre, és mindenki, mint a 4 óráig, hogyha 4-ig tartott a munkahelyed, akkor 4 óráig ott kellett ülni, viszont túlóra nem volt, tehát ez a rugalmatlanság úgymond azt is jelentette, hogy ha 4-kor lejárt a munkaidő, akkor lejárt a munkaidő, és akkor szépen mindenki elment haza, és akkor amit aznap nem fejeztél be, akkor azt majd másnap tudtad folytatni. Azért aztán ezen belül annyi rugalmasság adódott, hogyha el kellett valamit intézni,
főleg mondjuk, hogyha ilyen orvosi időpontod volt, amit nem tudtál máskorra tenni, vagy valamilyen gyerekekkel kapcsolatos feladat volt, vagy teendő, akkor azt munkaidőbe, hogyha előre egyeztettél a főnökkel, akkor azt meg lehetett oldani, és akkor azt egy papíron külön jelöltük, hogy mi volt, mennyi időt töltöttünk távol a munkahelytől, és akkor azt vagy később túlórába ledolgoztuk, vagy hogyha volt lehetőség valamilyen hétvégi rendezvényen részt venni, vagy valami extra dolgot csinálni, akkor ott az ember ezeket a kis magán útjait le tudta dolgozni. Próbaidőm nekem nem volt, mert határozott idejű szerződéssel tek föl, vagy hát nem tudom, hogy azért-e, de nekem nem volt próbaidőm. Általában Finnországban én úgy tudom, hogy a 6 hónap szokott lenni a próbaidő, 4-6 hónap, és annál viszont nem lehet több. Szabad napom, hát most ezt nem vágom fejből, hogy mennyi volt, de itt úgy működik a rendszer, hogy amikor elkezdesz valahol dolgozni, egy új munkahelyen, és ez mindig, amikor új munkahelyre kerülsz, akkor ez a számláló, én úgy tudom, hogy lenullázódik, újból pörögni kezd, tehát mindig a ledolgozott idő után kapod a szabadnapjaidat, és én úgy tudom, hogy ha jól emlékszem, akkor egy hónap után járt másfél nap szabadnap, és akkor ezeket lehetett kivenni, de mondjuk én olyan nagyon sok szabad napot vagy szabadságot nem vettem igénybe, mert hogy ez egy rövid időszak volt, karácsonykor voltam pár napot otthon, de egyébként meg Zömibe dolgoztam, és amikor már a végéhez közeledett a munkaszerződésem, akkor ezt a megmaradt 4-5 napot, nem tudom pontosan, ami megmaradt, akkor azt még kivettem így a végén, tehát annyival hamarabb fejeztem be a munkát. Hány és milyen hosszú kávészünet volt egy nap? Ugye ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a finnek köztudottan nagy kávéfogyasztók, és a kávészünet az fontos része a munkahelyi teendőknek nagyon sok helyen. Majd a főnököm is viccelődött ezzel, amikor mondtam neki, hogy mire készülök, és hogy milyen kérdést kaptam tőletek, akkor ő is mondta, de nekem is ez volt a tapasztalatom, hogy nálunk nem az volt a jellemző, hogy a munkanapot megszakítottuk kávészünetekkel, hanem inkább az volt a jellemző, hogy az egész reggelünk egy nagy kávészünet volt. Javarészt ez a 8-tól fél 9-ig tartó időszak, ez egy ilyen íratlan szabály volt, ez egy ilyen szent, csendes időszak volt, amikor mindenki megfogta a konyhába, föltankolta a kávésbögrét kávéval, és akkor beültél a számítógéped elé, vagy egy kis zugba, és akkor úgy csináltál, mintha leveleidet olvastad volna, vagy valamilyen halaszthatatlan adminisztratív teendőt végeztél volna, de igazából ez volt ez a ráhangolódás az előttünk álló napra. Ilyenkor nem nagyon, tehát ezt valahogy mindenki így tiszteletben tartotta, és ilyen tényleg csak akkor szóltunk egymáshoz, vagy akkor zavartuk egymást, hogyha nagyon-nagyon muszáj volt. A délutáni kávézás az inkább abból állt, hogy az ember kirohant, föltankolta a bögrét, aztán szaladt vissza bögréstől, és ott a számítógép előtt ülve ittuk meg a délutáni kávéadagot. Mennyire befogadóak a finnek? Távolságtartóak vagy barátságosak? Bevesznek a csapatba? Na most, hogy milyenek a finnek általánosságban, arról én nem nagyon szeretek így beszélni, mert hát ilyenek is, meg olyanok is, illetve én azt gondolom, hogy az, hogy a finnek milyenek hozzád, az nagyban múlik azon, hogy te milyenek vagy, te milyen vagy a finnekhez, tehát hogy te hogyan viselkedsz. És mivel én alapvetően egy nyitott, pozitív személyiség vagyok, szerintem ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy velem a finnek is többnyire kedvesek, nyitottak és normálisak. Illetve ami talán még ide tartozik ehhez a témához, hogy én azt tapasztaltam eddig szinte mindenhol, ahol megfordultam, hogy
hogy nem azt nézték, hogy magyar vagyok, vagy nem, vagy milyen nemzetiségű, hanem azt, hogy milyen ember vagyok. Valószínűleg mindenkinek van velem szemben egy kellemes első benyomása, mert hogy az látszik rajtam, hogy én egy nyitott, normális valaki vagyok, és hogyha elbeszélgettünk, és elmondtam, hogy honnan jöttem, vagy mi a végzettségem, vagy mit tanultam, vagy milyen szakmai tapasztalatom van, akkor azt mindig mindenki elismerte. Hívnak együtt ebédelni? Mi nem jártunk ki ebédelni ebédszünetben, hanem ott az étkezőben ettük meg azt, amit otthonról hoztunk, és mivel ügyfélszolgálatos munkát is végeztünk, vagy ügyfeleztünk, ezért mindig kellett valakinek az irodában is maradnia, tehát soha nem egyszerre ment mindenki ebédelni. Ez általában úgy történt, hogy aki a legéhesebb volt, ő kezdte a sort, vagy hogyha valakinek volt előre megbeszélt időpontja, akkor ő ment először ebédelni, mert tudta, hogy utána, mondjuk délután már nem lesz rá ideje. Ezt így mindig rugalmasan egymás között megbeszéltük, viszont így ennek nem volt jelentősége, hogy most akkor megyünk ebédelni, vagy nem megyünk, mert ez egy inkább tényleg az ember, amikor éhes volt, meg amikor ideje volt, akkor kiszaladt, leült, aztán evett. Illetve én olyan épületben dolgoztam, ahol a mi irodánk az egyik emeleten helyezkedett el, de nem a miénk volt az egész szint, tehát voltak ott más szervezetek, egyesületek, azt hiszem jellemzően ez így volt, hogy egy ajtó mögött volt egy kis iroda, egy szoba, és akkor ott dolgozott egy vagy maximum két valaki. És hát ők is ugyanúgy ebben az étkezőben ettek. Tehát ez egyfajta ilyen társalgóként is szolgált, és akkor itt mindenki beszélgetett mindenkivel. És ez amúgy is egy ilyen jellemző viselkedési forma volt, hogy amikor valaki új felbukkant ott az étkezőben, akkor, tehát például hozzám odajöttek ezek a más helyen dolgozó emberek, és ők maguk bemutatkoztak, elmondták, hogy hogy hívják őket, hogy milyen szervezetnek vagy egyesületnek dolgoznak, hogy mit csinálnak itt, és megkérdezték, hogy én ki vagyok, én hol dolgozom, mit csinálok. És akkor utána már így ez egy ilyen teljesen kötetlen légkör volt mindig, és akkor mindig mindenki beszélgetett azzal, akivel akart, vagy hogyha éppen pihenni szerettél volna, vagy kicsit olvasni, vagy telefonon valamit megnézni, meghallgatni, akkor azt tiszteletbe tartották, akkor békén hagytak. Vicces volt egyébként, hogy itt ebben az étkezőben, tehát hiába voltam új ember egy teljesen új helyen, de az első nap rögtön két ismerőssel is összefutottam. Az egyik a szomszédom, aki két házal innen a szomszédom, akivel odáig látásból ismertük egymást, mert az én kisebbikem és az ő első gyerekük szerintem nagyjából egy idős lehet, és jutólag belegondolva ő lehet, hogy vagy otthonról dolgozhatott ugye a korona alatt, vagy lehet, hogy ő is munkanélküli volt, nem tudom, de hogy az altatási időben ő is mindig tolta kint abba a bakocsit, és akkor egy látásból ismertük egymást, úgyhogy amikor most egymásba futottunk az első munkanapomon a munkahelyen, akkor aztán nevetve bemutatkoztunk egymásnak, hogy akkor most már tényleg akkor ugye egymás nevét is tudjuk, mert arra az elmúlt egy évben nem adódott lehetőség, illetve volt egy másik ismerős, őt pedig az óvodából ismertem látásból, mert az ő gyereke is oda jár ugyanabba az óviba, ahol a mieink, és akkor ott reggel jövetmenet, ugye hát az is egy kis közösség, és akkor onnan ismerősök voltunk egymásnak. Úgyhogy aztán velük is mindig beszélgettem, vagy beszélgettünk, tehát ez ilyen teljesen kötetlen, laza dolog volt. Kíváncsiak arra, hogy ki vagy, hogy honnan jöttél? Persze kíváncsiak szerintem, de igazából én nem emlékszem arra, hogy ez különösebben téma lett volna, hogy én milyen nemzetiségű vagyok, vagy honnan jöttem. Tehát szóba került, akkor persze beszéltem róla, érdeklődéssel hallgattak, de
Szerintem talán udvariasságból is, hogy nem úgy kell ezt elképzelni, hogy megérkeztem első nap, és akkor egyből mindenki faggatni kezdett, hogy most akkor te honnan jöttél, vagy finn vagy nem vagy finn, vagy nyilván mindenki látta rajtam, meg hallotta a beszédemet, hogy nem vagyok finn, de nem estek úgymond nekem, vagy nem kezdtek el faggatózni, de hogyha például ugye ebédnél, hogyha szóba került, hogy valamilyen étel, vagy hogyha valamilyen ünnep közeledett, akkor szóba került, hogy mondjuk, vagy megkérdezték, hogy és akkor Magyarországon ezt hogy szokták, vagy Magyarországon szoktatok enni ilyet, vagy olyat, vagy amolyat, vagy Magyarországon hogy ünneplitek ezt, vagy azt, akkor azt én mindig elmondtam, megbeszéltük. De mondjuk én nem szeretek így ilyen dolgokról magamtól, vagy én ritkán kezdem el így mesélni, hogy mert egyébként Magyarországon az úgy van, hogy tehát teljesen mindegy, hogy ott hogy van, de hogyha a környezet, a szövegkörnyezet úgy kívánta, vagy a helyzet úgy kívánta, akkor persze meséltem, és azt érdeklődéssel hallgatták. Alakulnak-e barátságok, amik munkahelyen kívül is folytatódnak? Igen, sikerült ez alatt a 8 hónap alatt közelebbi kapcsolatba kerülnöm kollégákkal, vagy olyan emberekkel, akik nem voltak a közvetlen kollégáim, de egy helyen dolgoztunk. Telefonszámot cseréltem, azt hiszem, egy valakivel, aki gyakornokként dolgozott ott nálunk, és akkor utána vele egyszer-kétszer összefutottunk hétvégén gyerekekkel, játszótéren, illetve volt egy kolléganőm, akivel kifejezetten közel kerültünk egymáshoz. Ő sem közvetlen kolléganőm volt, csak egy projekten dolgozott ott a mi irodánkban. Az elején egy ilyen nagyon zárkózott, tehát az a típus, akire egy ránézel, és akkor azt gondolod, hogy kettőt se szól, meg egy ilyen nagyon halkszavú, zárkózott valaki, de aztán, ahogy elkezdtünk közös feladatokon dolgozni, ahogy a értekezleteken esetleg úgy többet beszélgettünk, úgy rájöttem, hogy ő egyáltalán nem egy ilyen kis nyuszi, vagy egy ilyen kis csöndes, kis kettőt se tud szólni figura, hanem egy végtelen intelligens, érdekes nő, és kiderült az is, hogy bár ő finn, én meg magyar vagyok, de mégis nagyon sok dolog van, ami mindkettőnket érdekel, úgyhogy mindig találtunk közös témát, vele szívesen kávéztunk, vagy kávéztam együtt reggelenként, tehát ő azon kevesek egyike volt, akinek örültem, hogyha odaült mellé mondjuk reggel egy kávéval a kezében, és akkor nem azt éreztem, hogy a drága kis szabad időmet lopja, amit ott csendben magamban tölthetnék. És igen, vele megbeszéltük azt, hogy kapcsolatban maradunk, és meg is beszéltük, hogy... Tehát már mióta én eljöttem a munkahelyemről, azóta találkoztunk, és fogunk is még találkozni, úgyhogy most nyilván nem lettünk barátnők ennyi idő alatt, de azt mondom, hogy vele egy olyan kapcsolat alakult ki, hogy akár ebből még barátság is lehet a későbbiekben. De a többi kollega is, akivel együtt dolgoztam, mindenkivel szerintem, vagy majdnem mindenkivel egy ilyen bensőséges, közeli viszonyt sikerült kialakítanom, és nagyon meglepő, és nagyon kellemes érzés volt az, hogy az utolsó munkanapomon elbúcsúztattak, és tényleg mindenkinek volt hozzám egy kedves szava. És ez nem csak olyan formula volt, mert nyilván megvoltak, vagy megvannak a szokások, hogy amikor valaki utoljára jön, akkor szoktunk, az az illető is hoz valami kis sütit, vagy valami ételt, és akkor együtt leülünk egy kávéra, kap valami kis ajándékot, tehát ezt láttam többször is, de én azt éreztem, hogy amikor az én utolsó napom eljött, akkor már előtte többen kérdezgették, hogy mikor lesz, hogy nehogy véletlenül elmulasszuk, hogy mindenképpen szeretnénk ott lenni, amikor a te úgymond búcsúbulid van, és tényleg azt éreztem, hogy mindenkinek van hozzám egy jó szava, el is érzékenyültünk, tehát úgy én is úgy elmorzsoltam egy-két könycseppet, és volt egy olyan valaki, aki ráadásul nem is a kollégám volt, csak ugye erről a közös folyosóról, meg a közös ebédlésekből ismertük egymást, aki kifejezetten elsírta magát, mikor mondtam neki, hogy
ez volt az utolsó munkanapom, hogy jaj, hát ő úgy megszeretett engem, meg úgy megszokta, hogy én itt vagyok, hogy most ez olyan rossz érzés, hogy én nem leszek többet. Tehát így ezen nevettem úgy magamban, hogy na persze a távolságtartó finnek. Hát én ennyi szeretetet, meg ennyi pozitív visszajelzést nem is emlékszem, hogy mikor kaptam utoljára. Emlékszem, hogy amikor a finn nyelvet tanultam, ezeken a munkaügyi központ által szervezett tanfolyamokon, akkor mindig agyvérzést kaptam attól, amikor a bevezetés a munka világába címszó alatt elkezdték nekünk magyarázni, hogy Finnországban ilyen meg olyan a munkahely, és hogy itt nem illik késni, meg mit tudom én, mit illik, meg nem illik csinálni. És akkor én mindig mondtam, hogy hé, hát én azért nem a föld másik feléről jöttem, csak Magyarországról, tehát azért nem gondolom, hogy a magyarországi munkakultúra az olyan nagyon más lenne, mint a finnországi munkakultúra. De azért volt néhány olyan dolog, ami más volt, vagy ami nekem újdonság volt ahhoz képest, amit mondjuk a magyarországi munkahelyeimen megszoktam. Például iskolában is, meg munkahelyeken is teljesen bevett dolog az, hogy gyerekek, dolgozók gyapjú zokniban járkálnak bent a munkahelyen. És hogy nem tudtam, hogy ez tényleg így van-e, vagy mennyire általános, de a mi munkahelyünkön is ez jellemző volt, és azon rögtem, hogy a főnököm is, mikor az első munkanapra felkészített, akkor mondta, hogy hozzak magammal enni, mert nem megyünk ki kajálni, hozzak magamnak bögrét, hogyha saját bögréből szeretnék kávét inni, és hozzak magamnak gyapjú zoknit, amit az irodába viselek. Mert hogy egyébként is az ügyfelek is levették, tehát mindenki levette bent a cipőjét, ami mondjuk egy ilyen praktikum is, mert ugye itt az idő, vagy az év nagy részében esik, fúj, havazék, sár van, tehát mondjuk normálisabb, kényelmesebb, hogyha az utcai cipődet leveszed a lábadról, és nem azzal trapolsz körbe. De hogy tényleg sokaknak a gyapjú zokni volt a munkahelyi viselet. Én nem hordtam, mert nekem mindig fázott a lábam, meg nekem fájósak a lábaim, tehát nekem jobban esik az, hogyha cipő van a lábamon, ami megtámaszt. De hogy ez egy ilyen, szerintem egy ilyen finn különlegesség, hogy ezért a munkahelyi légkörről is sokat elmond, amikor a főnökön gyapjú zokniba kicsoszog a helyéről, vagy az irodájából. Az is nekem különleges volt megtapasztalni, hogy Finnországban működnek a szakszervezetek. Tehát az, amiről én otthon már csak hírből hallottam, az itt még a hétköznapi valóság. Tehát a dolgozóknak a nagy része az valamilyen szakszervezethez, érdekképviseleti szervezethez tartozik. Én nagyon örültem neki, hogy most így a munkahelyem révén alkalmam volt végre nekem is csatlakozni egy szakszervezethez, mert hogy itt tényleg az ember segítséget kaphat, hogyha szüksége van rá, akkor, illetve van arra lehetőség, hogy most nem tudom pontosan mi ennek a magyar megfelelője, csatlakozza a munkanélküli kasszához, és akkor ez azt jelenti, hogyha minimum 26 hétig voltál teljes állásban alkalmazva, és fizetted a tagdíjat, meg ezt a kasszadíjat, akkor, hogyha utána munkanélküli leszel, akkor nem a TB-től kapod a munkanélküli segélyt, hanem ettől a kasszától, és az több, mint amennyit a TB-től kapsz. Ami még nekem nagyon furcsa volt, és az elején nehéz volt hozzászokni, hogy itt az a bevett szokás, hogyha beteg vagy, akkor 3 munkanapot orvosi igazolás nélkül, úgymond bemondásra is otthon maradhatsz. Ha nem fölhívod reggel a főnöködet, vagy azt a személyt, akit föl kell hívni ilyenkor, és közlöd, hogy tudom én, beteg vagy, fáj a fejed, akármi, és hogy akkor te most ma nem jössz dolgozni.
Nekem ez nagyon furcsa volt az elején, hogy ez így működik, és akkor ennyi, és akkor ez teljesen rendben van, és senki nem ellenőriz, vagy nem kekeckedik, vagy. Tehát ezt elfogadják, hogyha azt mondod, hogy beteg vagy, akkor beteg vagy, és ezt 3 napig mindenféle papír nélkül megteheted, otthon maradhatsz. És ez vonatkozik a gyerekekkel való táppénzre is, 10 éves kor alatt. Annyi, hogy mondjuk az praktikusabb, hogyha valakinek van arra lehetősége, hogy home office-ozzon. Én gondolom, hogy akkor a többség ezt úgy szokta megoldani, hogyha beteg a gyerek, főleg, hogyha már egy nagyobb, mondjuk iskoláskorú gyerekről van szó, aki mellett tényleg lehet dolgozni, akkor home office-ból dolgozol, és akkor közben tudsz a beteg gyerekkel is foglalkozni, vagy rá is oda tudsz figyelni. Mint ahogy említettem ennek a podcastnek az elején, mielőtt elfogadtam ezt az állást, készítettem egy listát, ahol leírtam, hogy ugye mik a negatívumok, és mik a pozitívumok, vagy mik azok a dolgok, amiket várok attól, hogyha itt dolgozni fogok, hogy mivel leszek majd gazdagabb, vagy milyen előnyökhöz juthatok ezáltal a munkahely által, és most, amikor lejárt a szerződésem, és számot vetettem ezzel az elmúlt időszakkal, vagy megint vontam egy mérleget, hogy sikerült ezt a lehetőséget kihasználnom, hogy sikerült-e a kitűzött céljaimat elérni, azt kell mondjam, hogy igen, maximálisan beváltotta ez a hely a hozzáfűzött reményeket. Nagyon nehéz volt ez az elmúlt 8 hónap, egyrészt emiatt a kötöttség miatt, tehát, hogy egy idő után én nagyon nehezen viseltem azt, hogy nekem minden nap 8-ra be kell menni, és 4-ig ott kell ülni, és akkor is ott kell lenni, hogyha mondjuk kevesebb az ügyfél, vagy nincs annyi tennivaló, és nagyon nehéz volt a családi életet menedzselni, a 2 gyereket menedzselni úgy, hogy közben én is napi 8 órát dolgoztam. Nagyon nehéz volt mellette a háztartást vinni, nagyon nehéz volt megőrizni valamennyi kis időt 2 számára a férjemmel, tehát hogy ne kapjon el minket teljesen ez a daráló. Nagyon nehéz volt fizikálisan is, hogy a kisebbikünk még az őszi-téli időszakban fogzott, aztán meg arról sem tudja miért, most éppen már egy ideje ráállt arra, hogy hajnali 5-kor kell, tehát ilyen, sokszor ilyen 5-6 óra alvással indultunk neki mind a ketten a munkanapnak. Szóval nehéz időszak, kihívásokkal teli, sok stresszel teli időszak áll a hátam mögött, de azt gondolom, hogy megérte, és büszke vagyok rá, hogy sikerült ezt az időszakot azért kimaxolnom, hogy úgy mondjam, mert hogy most 8 hónappal később azt vettem észre, hogy a finnem még mindig nem pallérozott, de már nincs bennem az a gát, hogyha finnül meg kell szólalnom, tehát most már teljesen természetes az, hogy finnül kommunikálok munkahelyi témákban is. Munkahelyi kapcsolatokat szereztem, amik szerintem a jövőben, hogyha állást keresek, akkor ezeket fogom tudni kamatoztatni. De ami még nagyon fontos szerintem, hogy ez alatt a 8 hónap alatt végre talán megtaláltam a célomat is, hogy pontosan milyen területen szeretnék a jövőben majd dolgozni, vagy hol képzelem én el magam itt a nagy finn társadalomban, vagy milyen területen látom magam a jövőben, mint aktív dolgozó. Eddig is voltak már ilyen gondolataim, de most már egészen biztos vagyok benne, hogy én szeretnék megmaradni ezen a területen, ahol külföldiekkel tudok együttműködni, mert azt gondolom, hogy azok a képességeim, vagy készségek, vagy képességek, amik vannak, azok különlegessé, vagy kiemelkedővé tesznek
ezen a területen. Tehát lehet, hogy ha valamilyen más területen akarnék dolgozni, akkor csak egy lennék a finnek közül. Viszont én rájöttem arra, nem csak most ebben a 8 hónapban, de itt most már végleg kikristályosodott bennem, hogy én nem is akarok olyan lenni, mint a finnek. Én pontosan ezt a képességemet szeretném a jövőben kamatoztatni, hogy nyilván valamilyen szinten már sikerült beilleszkednem a finn társadalomba, beszélem a nyelvet, ismerem a kultúrát, ismerem a helyi szokásokat, de sikerült megőriznem ezt a másfajta külföldi szemléletmódomat is. Tehát én mindig meg fogom érteni azt, hogy egy külföldi mitől érzi magát zavarban, vagy mi az, amit nem ért, vagy miért nem ért. Nekem mindig meg lesz ez a képességem, ami viszont a finnekből hiányzik, és én szeretném ezt a képességemet, vagy ezt a fajta szemléletmódomat, illetve a kiemelkedő kommunikációs képességeimet, a szociális képességeimet, a nyelvtudásomat, ezt mind arra szeretném használni, hogy a jövőben valamiféle hídként, vagy összekötő kapocsként tudjak dolgozni a finnek és a nem finnek között, hogy megkönnyíthessem az ideérkezőknek a beilleszkedést, és hogy megkönnyíthessem a finneknek is azt, hogy el tudják fogadni azokat a külföldieket, akik hosszabb vagy rövidebb ideig Finnországot választották új otthonukul. Úgyhogy az én utam most a következőkben nem egy új munkahely felé visz, hanem úgy döntöttem, hogy visszaülök az iskolapadba, kommunikációs és jeltolmács oktatóként fogok tanulni, mert szeretném megtanulni azt, hogy hogyan tudok hatékonyan kommunikálni olyanokkal, akikkel nincsen közös nyelvem, vagy valamilyen okból kifolyólag ez a kommunikáció, ez nehezített terepen zajlik. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se dőlj hátra! Oszd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a somiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!